Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megköszönték Gyurkovics János munkáját, váratlanul érte a meglepetés Szekszárda alpolgármesterét. Gemenc hangja 2024, musical és popdal kategóriában énekeltek a versenyzők. Az önkormányzati ciklus utolsó képviselőtestületi ülése Tolnán. A Pelszófer Ágnes leköszönő polgármester értékelte az elmúlt időszakot. Szent Mihály napi székely búcsú, hagyományőrzés Vaskúton. Állománygyűlés keretében meglepetés búcsúztatót szerveztek a szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói Gyurkovics János alpolgármester számára. A politikus 2014-ben lett képviselő Szekszárdon, a második ciklusban alpolgármesterként dolgozott, sőt volt olyan időszak is, amikor polgármester hiányában ő volt a város első embere. A te jókedved, a te humorod maradjon meg örökké, amiből mi eddig is táplálkoztunk, szeretnénk még sokáig. Gyurkovics Jánost, Szekszárd alpolgármesterét búcsúztatták a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Az ünnepséget sikerült meglepetésnek tartaniuk a szervezőknek. Gyurkovics János 10 éve lett képviselő, majd később alpolgármester Szekszárdon. Ez teljes meglepetés volt, nem említették a közvetlen kollégáim és a hivatal dolgozói sem, hogy ilyen merénylet készül, ez teljes meglepetés volt. Most itt az Attilával 1:45-2 óráig beszélgettünk, de hát akkor se vetődött fel a dolog, hogy mire készülünk, hogy mind. Az alpolgármester azt mondja, munkája során próbált mindenkinek segíteni a közös előrehaladás érdekében. Mindenki tudja, hogy ez nekem egy kényszerpálya volt, én 2 ciklusra szegődtem képviselőnek, és hát én nem gondoltam a legsötétebb gondolatomban sem, hogy én nekem alpolgármesteri feladatokat kell ellátni. Hát ez is derült égből villámcsapás volt, és hát természetesen aki itt volt és látta a folyamatot, hát az látta, hogy ez volt az egyetlen megoldás. Berlinger Attila polgármester úgy fogalmazott, Gyurkovics János a szerénységével, a humorával és jó szívűségével példát mutathat a jelen és a jövő generációjának is. Végtelenül boldog embernek érzem magam, hogy ennyi ideje ismerhetem Szekszárd város egyik legkiválóbb emberét, Gyurkovics János alpolgármester urat. Ugyancsak rövid ideig dolgozhattam vele együtt polgármester és alpolgármester párosban, de a mi kapcsolatunk és azt gondolom a város iránt érzett elhivatottsága ennél sokkal mélyebb gyökerű. A leköszönő alpolgármester elmondta azt is, a jövőben is szívesen áll rendelkezésre, ha bármilyen formában szükség van a munkájára. Musical és popdal kategóriában léptek színpadra diákok a Gemenc hangja 2024 énekversenyen a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Különböző kategóriákban zsűrizték a versenyzőket, kicsiktől a nagyokig minden korosztály megmutatta tudását. Több tehetséges fiatal lépett színpadra hétvégén a Gemenc hangja 2024 énekversenyen Szekszárdon. A programot már sokadik alkalommal szervezték meg. A vetélkedő Béresné Kollár Éva elképzelése alapján valósult meg. A Gemenc hangja énekverseny az most már hosszú-hosszú évekre visszamenőleg minden évben megrendezésre kerül, és hát itt egy embernek a nevét nem is tudom megkerülni, nem is szeretném, Véres Éva nevéhez fűződik ez az egész verseny, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az éneklő ifjúság és az éneklő kisgyerekek, vagy akár már a nagyobb korosztály az ő keze alatt nőtt fel itt az évek során, úgyhogy amióta az eszemet tudom, kislánykorom óta emlékszem arra, hogy Éva mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektetett ezekre a dolgokra, és hasonlóan én hozzám a gyerekeknek a zenei nevelése, az ifjú tehetségek felfedezése, ez nagyon-nagyon fontos volt számára. A verseny nagyon szoros és izgalmakkal teli volt, voltak, akik nem csak egy, hanem többféle kategóriában is megmutatták tudásukat. Van, aki többféle kategóriában is indul, természetesen ezt akkor így honorálni is illik, úgyhogy mi nagyon nagy szeretettel és várakozással vagyunk e felé, hogy az egész nap tulajdonképpen erről fog szólni, a zenéről és a tehetséges fiatalokról. Nem csak Tolna vármegyéből jöttek el az énekelni vágyó fiatalok. Öt és fél éve éneklek körülbelül,
és nagyon jó érzés egy ilyen nagy színvonalú versenyt itt lenni és előadni dalokat. Indulni fogok gyermek kettő kategóriában, popban, musicalben és duetben is kétszer, és körülbelül járok egy másik társulatba is, Koli Musical színpad fönn Budapesten, ott kisebb színházi darabokat szoktunk előadni, és nagyon jó moka. Nagy Anikó, Jászai Mari díjas színésznő, énekes, a zsűri elnökeként értékelte a produkciókat. Nagyon szeretek ide járni, sokat tanulok a fiataloktól, az ambíciójukból, a lelkesedésükből, a hangjukból, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És hát remélem, hogy én is tudok nekik adni valamit, de önző módon nagyon, nagyon élvezem azt, hogy kapok tőlük sok-sok minden szépséget, tehetséget. A Gemenc hangja fődíj nyertesének listája megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán. A Gemenc hangverseny jövőre újra visszatér. Megdöntötte a férfi maratoni futás 1993 óta fennálló országos rekordját Szemerei Levente, a Szexuális Sportközpont atlétája. A 24 éves szedresi hosszútáv futó 2 óra 10 perc 43 másodperc alatt teljesítette a távot a Varsói maratonon, ezzel Szűcs Csaba több mint 30 éves 2 óra 12 perc 10 másodperces rekordját adta át a múltnak, egyben a versenyt is megnyerte. Az atlétát az elért eredményéről kérdeztük. Számítottam erre, de viszont arra nem, hogy ennyivel, hogy ilyen gyorsan tudok megfutni, és tényleg másfél perccel tudom megdönteni, közel másfél perccel tudom megdönteni az országos csúcsot. Egy kicsit meglepett, amikor tudom, hogy milyen időre állok, de tudom, hogy ebben még sok van, és kicsit fáradtnak érzem magam, de szerencsére azért fel vagyok időve a nagy eredménye. Bezárják a szexuális börtönt. Az épület kiürítéséről Makula György ezredes, a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága kommunikációs főosztályának vezetője számolt be az MT-nek. Az intézet elavultnak számít, ezért a jövőben börtönökben tervezett fejlesztések a szexuáliban csak aránytalanul magas anyagi ráfordítással lennének megvalósíthatók. A fogvatartottakat más büntetés végrehajtási intézetekbe szállítják át, a kiürített épületek sorsáról később döntenek. Az intézet kiürítése nem jár elbocsátással, a szexuális börtönben eddig szolgálatot teljesítők új helyen is beosztásban folytathatják pályafutásukat. A jelenlegi önkormányzati ciklus utolsó képviselőtestületi ülését tartották Tolnán. Ez egyben szintén az utolsó ülés volt Appelszófer Ágnes polgármester vezetésével, hiszen a politikus nem indult a június 9-i választásokon. Októbertől helyét Balogh Zoltán, a Tolnavárosért Egyesület képviselője veszi át. A legutóbbi tolnai képviselőtestületi ülés egyben az utolsó volt a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban, éppen ezért hosszú távú stratégiai döntések nem szerepeltek napirenden, hiszen a várost októbertől új összetételű testület irányítja. A gimnáziummal kötött szerződések megkötéséről, módosításáról, hogy a kulturális központnak volt egy kérelme, ami költségvetés átcsoportosítást igényelt, vagy elfogadtuk például az óvodának a szervezeti és működési szabályzatát, igazgató azt, hogy vezetői programját. Döntöttünk arról, hogy terveztetünk közvilágítás bővítést, tehát néhány lámpatest esetében lakossági igény merült fel, hogy bővíteni kéne a lámpatestek számát. A most leköszönő polgármester szerint az elmúlt 5 év egyaránt boldog és nehéz pillanatokat is hozott. 2020-ban érkezett a koronavírus járvány, majd a háború és az energiaválság, a nehéz időszakok pedig, mint a városvezető is elmondta, lelkileg is megviselték őt. Appelszófer Ágnes még az idei év elején jelentette be, nem indul a június 9-i önkormányzati választásokon. Amire én nagyon büszke vagyok, hogy akár ebben az őt, akár az elmúlt 10 évben nagyon sok fejlesztés történt ebben a városban, ami fizikai valójában is már meg tudott valósulni.
és tényleg nem szeretném felsorolni, de akár csak a Dunapartot mondjuk, ami egy nagyon jelentős beruházás volt, és nem feltétlenül összegében, hanem jelentőségében, hiszen azt aztán a városlakók nagyon nagy része használja, vagy gondoljunk az uszodára, a laktanyára, az utcák, a járdák megújítására, a kerékpárútra, és tényleg nem szeretném, a közintézmények energetikai korszerűsítésére, és nyilván van még egy csomó. A polgármester azt mondja, nem bánta meg a döntését, miszerint nem indul újra a városvezetői pozícióért, azonban az emberi kapcsolatokat nehéz lesz elengednie. Itt fogok élni ezután is ebben a városban, és én őszintén hiszem, hogy nem tettem semmi olyat a tolnaiak, mözsiek ellen, amitől ők ne ismernének meg majd az elkövetkezendő években itt, hogyha boltban találkozunk, vagy a temetőben találkozunk. Apel Szoffer Ágnes 2014 óta volt Tolna város polgármestere. Helyét Balog Zoltán, a civil Tolnavárosért Egyesület politikusa veszi át. Összességében a mandátumok eloszlását tekintve az új képviselő testületben 7 kormánypárti politikus mellett 5 fő jutott be a Tolnavárosért Egyesület színeiben. Feltöltik a bogyiszlói és a tolnai holtágakat, számolt be a hírről Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Az élő Duna magas vízszintjét kihasználva a karaszifoki zsilip nyitásával a bogyiszlói főcsatornán keresztül töltik a bogyiszlói holtágat. Tolnán már több mint 40 cm vízszint emelkedést sikerült elérni. A tolnai holtágat a Bartal csatorna és a Sió csatorna felől is töltik. Tolna vármegyei résztvevője is volt a Görögországban rendezett spartatlonnak. Az ultramaratoni versenyben a futóknak egészen extrém, 246 kilométeres távot kell teljesíteniük. A paksi Prantner Gábor szombaton reggel 7 órakor rajtolta el 82 kilométer után, szintidőn belül érte el a Korinthoszt, de a 105. kilométernél a 30. ellenőrzőpontnál fel kellett adnia a versenyt. Vaskúton a Fogadj Istenről hozott bukovinai székely hagyományokat felidézve búcsút tartottak. Az egyház Szent Mihály napon Szent Mihály arkangyal megjelenésére emlékezik vissza. Aki tehette, az bukovinai székely viseletet öltött magára Szent Mihály napján. A szombati ünnepség a vaskúti Szent Háromság templomban kezdődött, ahol a Szent Misét a Mária Gyüdről érkezett Keresztes Andor esperes plébános celebrálta. Ma megemlékeztek itt Vaskúton a Fogadj Isteni búcsúról, amit az őseik Fogadj Istenbe, és itt Vaskuton is Szent Mihálykor tartottak. Ez nem csak a templomi közösségnek volt az ünnepe, hanem a családoknak is volt az ünnepe, hiszen székelyeknél nagy a rokonság, mindig tartották a búcsút, eljöttek, ebéden vettek részt, közös mulatságon, majd lementek a faluba, a búcsúba. Ez egy közösségi aktus is volt. Az intenzív eső miatt a közeli temetőben található kopjafához az ilyenkorra megszokott zászlós felvonulás és az ősökre a megemlékezés elmaradt, így a társaság a templomból a rendezvényterembe vette útját, ahol a szervező Vaskúti Székelyek Egyesületének tagjai fogadták a vendégeket. A legkisebb településről, Fogadj Isten zömében Vaskútra telepedtek le a háborút követően. Talán az egyetlen egy bukovinai csoport, aki közösen, egységesen jött át, és ezt a Fogadj Istenből való elvándorlást megőrizték a mai napig. Igaz, hogy közben családok bővültek, házasságok születtek, elköltöztek, beköltöztek, némileg módosul ez a létszám, de mindenképpen a Fogadj Isteni csoportot képviselik a bukovinai székelyeken belül. A helyi székelyklub tagjai elsősorban a hagyományos ételek készítésében jeleskednek évek óta. A tegnapi napon egyesületünk aprója nagyja itt volt, közel 40 ember dolgozott itt tegnap, az előkészületektől, a káposzta fonnyasztástól kezdve a káposzta töltésig, a teremrendezésig, a dekoráció elkészítéséig, és hát lelkiekben is készültünk erre az ünnepre. Szentmisével, énekkel, tánccal ünnepeltek, majd az asztalra került 2000 galuska, számtalan házisütemény, és a pálinka sem maradt el.
Idén is megrendezték Dombóváron a sportág választót. A nap során a gyerekek megismerkedtek a város sportegyesületeivel, és lehetőségük volt kipróbálni magukat a legkülönlegesebb sportágakban is. A Dombóvári sportágválasztón a diákok betekintést kaptak a településen működő sportszövetségek életébe, valamint részt vettek különböző sorversenyeken is. Az egészséges életmódra, illetve a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet Szabó Csaba, a sportszövetség elnöke. 3 óvoda, 4 általános és 3 középiskolának a diákjait várjuk. Reggel 8 órától kezdődött a sportágválasztó, és 13 órakor fog befejeződni. 16 sportág választotta azt, hogy kijön és megmutatja magát. Próbáljuk a gyerekeket motiválni, hogy minden több sportágot próbáljanak ki. Van mindenkinek egy ilyen kis füzetecskéje, amit érkezéskor az információs sátornál megkap, és minden egyes sportágnál, hogyha mozgott 10 percet, akkor ezt leigazolják neki. A végén, amikor távozik, akkor ezt leadja az információs pultnál. A sportszövetség 2021-ben alakult, és már abban az évben hagyományteremtő szándékkal meg is szervezték az első sporteseményt. Mindenki egyfajta örömünnepet él, ugye mozgás az örömet jelent, de nincsenek illúzióink, hogy valakik, illetve a tömegek itt találják meg a sportjukat, mert ez nem lenne egy igaz. Ez csak egy lehetőség, főleg azok számára, akik iskolát váltanak, jönnek akár a falvakból be általános iskolába, vagy a falvakból jönnek be, vagy a környékbeli településekről középiskolába. Eddig valamit csináltak, és akkor itt kipróbálhatják egy helyen akár a labdajátékokat, akár az atlétikát, úszást, küzdősportokat, bármit. Gábor Balázs, a Dombóvári Z2 sportegyesület vezető edzője, kiemelkedő eredményeket ért el tanítványaival a funkcionális fitness terén. Több sportágban merítünk, igazából itt tornából, ugye az állóképességi részből a futás, úszás, evezés, kerékpár, ugrókötél. Vannak a saját testsúlyos gyakorlatok, ugye ezek a tornából, akkor van nálunk az olimpiai súlyemelés, amit tanítunk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, és igazából ezeknek a keveréke, tehát ez egy ilyen mix. És a maga funkcionális fitness az 6 képességet tesztel, ugye teszteli az állóképességet, teszteli a saját testsúlyt, teszteli az erőt, akkor teszteli az ügyességet, és ezeknek úgymond a keverékét, tehát egy ilyen mixbe szokta összefogni meg a sportág egy teszten belül. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Feljelentés, beismerés, sajtóper. Bonyolódik a pécsi malaclopási ügy. Balaton sütije. Helyi alapanyagokból készült a különleges desszert. Beperli a Hír TV-t a pécsi malaclopási ügyben szereplő önkormányzati képviselő. Fürr Csaba stábunknak elmondta, a héten Budapestre utazik ügyvédjével. Közben a Népszava riportot készített a politikust megvádoló rendésszel, aki a cikk szerint beismerte, hogy valójában ő vitte el a befogott és a város ebb telepén fölhízlalt gazdátlan malacot. Időközben kiderült, lopás miatt nyomoz az ügyben a rendőrség. Új fejlemény a pécsi malaclopási ügyben, hogy a megvádolt képviselő bejelentette, megtette a szükséges jogi lépéseket a Hír TV úgynevezett disznóságaival szemben, vagyis a bíróságon szerezne érvényt saját igazának, miszerint az országos médium alaptalanul rágalmazta és keverte bele ebbe az ügybe. Hát az ügyvédelemmel tárgyaltam, és kezdeveztük a peres eljárást. Jövő héten kell felmennem Budapestről a bíróságra majd ez ügyben. Fürr Csaba ragaszkodik a botrány kirobbanása óta hangoztatott véleményéhez. Az a háttere, hogy engem a kampány során megpróbáltak besározni. Tehát ugye én úgy gondolom, hogy egy kampányban sok minden belefér, de egy bizonyos szint alá én nem szeretnék lemenni. Tehát úgy gondolom, hogy ezért lettem jogi útra is, pontosan ez miatt, mert úgy gondoltam, hogy oké, hogy kampány, de azért van egy határ. Ez az a térfigyelő kamerafelvétel, ami rögzítette a két közterületi rendész beszélgetését a malaclopásról, és a képviselőt említik a malac eltűnésével kapcsolatban. A Pécs Aktuál jelentette meg a felvételt. Erről a bizonyítékról is kérdeztük a képviselőt. Az, ami kikerült videófelvétel, szerintem az elve vissza és kép és hangfelvétele. Szerintem az valami szinte meg fog majd állni, az is majd bíróság előtt, még nem tudom. Mert ugye azért belső kamera, bárki bármit mondjon, az nem egy közterületi kamera volt. Ez olyan, mint hogy valaki a bankba a belső biztonsági kamerát képét kiadja a hanggal együtt a sajtónak, ami szerintem biztos, hogy jogilag aggályos.
Az, ami a fejtelen van, ami elhangzik, ugye az ki van emelve a szöveg környezetéből, és én úgy gondolom, hogy az, hogy két ember magánbeszélgetésében egy ilyen elhangzik, és az valaki úgy tálalja, tehát másképpen tálalja, mint ahogy az elhangzott, az azt hiszem, hogy az a mai világban az elfogadható. Közben a Pécs Aktuál megtudta, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el a malac eltűnése miatt. Ezt az iratot kapták a hatóságtól. Az ügy közben tovább bonyolódik. A legfrissebb információk szerint a malaclopást magára vállalta az egyik rendész. A Népszava ír erről, illetve egy riportot közölnek, amiben bevallja a közterületét dolgozó, hogy ő hízlalta fel, majd vitte haza és ölte le az állatot. A politikus ártatlan az ügyben. Azonban a baloldali Népszava információit kétséggel fogadta a jobboldali képviselő Hári József. Szerinte csak bevédik a lopással vádolt politikust, majd a rendőrség kinyomozza, mi történt, véli Hári József. Mint ismert, tavaly ősszel Nagy Árpádnál fogtak be a rendőrök segítségével a közterületesek egy elkóborolt malacot. A füléből hiányzott az azonosításra vonatkozó biléta, ezért a város befogott kóbor állatok befogadására kialakított telephelyére szállították, amit egy 140 kilósra felhízalt állat innen tűnt el nyomtalanul. Az ebrendészek szerint Fűr Csaba vitte el, ahogy a videón hallható, jelent meg a Pécs Aktuálon a botrány kirobbanásakor. Bemutatták a Balaton sütijét. A desszert külső megjelenésében idézi a Balatont, ízvilágában olyan helyi alapanyagoké lett a főszerep, mint a mandula, a mogyoró, a mána és az otelló szőlő. A Visit Balaton 365 és a Magyar Cukrász Ipartestület az Ezer Indok az őszi Balaton mellett nevű kampány részeként hívta életre a kezdeményezést. Több hónap ötletelés, kísérletezés előzte meg a Balaton sütijének megszületését. A végeredményt csütörtök este mutatták be egy sajtótájékoztató keretében. Mindenképpen szerettem volna egy Balatonhoz köthető gyümölcshöz kötni, ezért kapott helyet benne ugye a szőlő, ugye fő helyet kapott benne az otelló szőlő. Ugye az ősz miatt szezonja is van, ezért is lett. Emellett van benne még málna, szeder, ugye, ami a többi évszakot képviseli. A tetején egy tükör glazúr található, ami számomra a víz síkját jelképezi. Aztán az oldalán egy bársonyfújás, amit a homokos partnak képzeltem el. Az új kezdeményezéshez a Magyar Cukrász Ipartestület is csatlakozott. Erdélyi Balázs elnök arról beszélt, esélyt kell adni a vidéki cukrászdáknak és a fiatal cukrászmestereknek, hogy megmutathassák magukat. Minden ilyen lehetőség, meg ilyen esemény, amikor a cukrászatra terelődik a fókusz, annak mindig örülünk, főleg úgy, hogyha egy helyi közösségnek, annak a tájegységnek a jeleget adó alapanyagaiból kell majd gondolkozni, és ezek jelennek meg az adott termékben. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Hálisnek sikeresek ezek a versenyek, ezek a pályázatok. A vendégek szeretik az újdonságokat is, és örömmel szokták fogadni általában ezeket a győztes süteményeket. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője, azért kezdeményezte a projektet, hogy az utazók minél több módon megismerjék a Balatont. A Visit Balaton 365-nek az az üzenete, hogy minél többen látogassanak el a Balatonhoz egész évben, minden hónapban, ha lehet az év minden napján, mert a Balaton nem csak nyáron létezik, és nem csak nyáron érdekes. Volt már a Balatonnak fagyja, van már a Balatonnak bora, a Balatonbor, nyáron megválasztják nyaranta a Balaton strandételét, sütije még nem volt a Balatonnak, és innen jött az ötlet, hogy kérjünk fel egy ebben az ügyben járatos vállalkozást, hogy alkossa meg azt a sütit, ami balatoni alapanyagokból, vagy Balatonra jellemző alapanyagokból, és a Balatonra emlékeztető külső megjelenésben csábítja majd ide a vendégeket. A desszert szeptember 27-től 8 balatoni cukrászdában lesz elérhető, többek között Fonyódon, Keszthelyen és Balatonfüreden. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Megköszönték Gyurkovics János munkáját, váratlanul érte a meglepetés Szekszárd alpolgármesterét. Gemenc hangja 2024, musical és popdal kategóriában énekeltek a versenyzők.
Az önkormányzati ciklus utolsó képviselőtestületi ülése tolnám. A Pelszófer Ágnes leköszönő polgármester értékelte az elmúlt időszakot. Szent Mihály napi székely búcsú, hagyományőrzés Vaskúton. Kedden nyugodt, őszi napra, változóan felhős, szűrt napsütéses időre készülhetünk, eső vagy említést érdemlő szél nélkül. Délután a hőmérséklet az évszakos átlag körül alakul. Este-éjjel a nyugati országrész fölé zártabb felhőréteg húzódhat. Friss hírekkel legközelebb, kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!